Aki jól figyelt az előadásra, az megtudhatta, hogy az előadó írt egy könyvet Madarat tolláról, embert istenéről címmel, melyben bibliai hasonlatokkal mutatja be, hogy nincs új a nap alatt. A könyvben természeti válaszokat keresek társadalmi kérdésekre. A könyv két részből áll. Az első fele az a természetben tapasztalható jelenségeket állítja párhuzamba a társadalomban tapasztalható jelenségekkel. A második fele pedig bibliai hasonlatokkal igyekszik bemutatni, hogy nincs új a nap alatt, tehát ami ma történik, az megtörtént már sok ezer évvel ezelőtt is. Szinte ugyanolyan módon, mint ahogy ma, csak hát a helyszín és a kor és a díszletek voltak egy kicsit mások. Ő ugyan rovarász, de azért társadalmi kérdések is foglalkoztatják, természeti válaszokat keres társadalmi kérdésekre. Szerinte az emberiség által a legelfogadhatatlanabb dolog az élősködés. Élősködő az, ami, aki hivatlanul tolakodóan más kárára tengeti életét. Lásd a szúnyog vagy azok a házaló árusok, akiktől nehéz megszabadulni. És hogy mégis miért léteznek szúnyogok, hiszen ők is csak Isten teremtményei. Hát azért, hogy az ember vagy állat ne tegye tönkre a törékeny ökoszisztémákat, például az ártereket, ezeket védik a szúnyograjok, tehát végül is valami hasznosat is tesznek.